Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... László országgyűlési képviselő, a Fidelitas elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit tesznek a fideszes fiatalok a szebb jövőért? Hát mi sok mindent teszünk, ugye nálunk az első és legfontosabb dolga a Fidesznek, hogy a Fidesz politikai utánpótlását biztosítja, illetve a jobboldali polgári értékrenddel rendelkező fiatalokat megpróbálja közösségbe szervezni. Ezt most már több mint 20 éve végzi a Fidesz ezt a tevékenységét, 1996-ban alapították meg Gyürk András vezetésével a szervezetet. Azóta a Fidelitasból számos miniszter, a jelenlegi kormányban is egyébként három miniszter is ül, aki Fidelitasnak a volt tagja, vagy jobban a jelenlegi tagja, ugye, mert 35 éves a korhatár nálunk, de tulajdonképpen a tagság nem szűnik meg, csak pártoló tagság alakul át. Szijjártó Péter, Rogán Antal és Gulyás Gergely miniszter urak is mind a Fidelitasba kezdték annó a pályafutásukat, úgyhogy számos államtitkár, közigazgatásban is számos. Mennyire aktívak? Nem mint parlamenti képviselő, hanem maga a szervezet. Mennyire látjuk az utcán őket, mennyire segítik a rászorulókat, vagy csak ülnek egy kocsmába, vagy egy kávéházba, és tervezgetik, hogy mikor lesznek maguk is miniszterek egyszer? Hát mi nem tervezgetjük azt, hogy mikor leszünk mi is miniszterek, mert az még jó. Hát de jó példa jár maguk előtt, tehát hát akkor... Jó példa jár előttünk, de... Ahogy szokták mondani, nálunk általában munkát és feladatot osztogatnak, kevésbé pozíciót, tehát a munkára keresik a megfelelő embereket, úgyhogy mindenkinek az a motivációja meg a célja, hogy jól teljesítse a saját feladatát. Természetesen van olyan, hogy közösséget építünk, és akár kocsmákba iszogatunk, és megpróbáljuk megoldani a jövőnagy... Az is az életszerves része. ...kérdéseit, így van, de természetesen egyébként a Fidelitas a szövetségen belül a Fidesznek az egyik legnagyobb partnerszervezete, hogy nem több ezer fiatal vesz részt, és vett részt egyébként, közel 2000 fiatal segítette a Fideszt a kampányban is. Igen, akkor nagyon aktívak voltak. Vajon az év többi napján is ugyanennyire aktívak? Hát mi folyamatosan aktívak vagyunk. Tehát most is nyáron szabad egyetemet szervezünk, ahol 200-300 fiatal van ott. Folyamatosak a megyei, a települési programjaink, akár a kutyamenyhelyeket segítik néhány településen. Tehát tulajdonképpen önök ugyanolyan fiatal okból állnak, mint bármelyik pártnak a fiatal szervezete, csak más ideológiával. Hát talán annyi a különbség közöttünk, hogy mi a Fidesz az ugye ez egy ifjúsági egyesület. Csak ha össze akarom hasonlítani például a Jobbiknál, nincs ifjúsági szervezete. Na, én azért azt nem hasonlítanám a Jobbikkal, igen. Hanem egy tagozata van, ugye ez a pártnak egy tulajdonképpen egy része. Mi egy önálló ifjúsági egyesület vagyunk tulajdonképpen, tehát rengeteg ifjúsággal foglalkozó üggyel dolgozunk, és emellett az alapszabályunkban benne van, hogy a Fidelitas az ifjúsági társszervezete a Fidesznek. Így a szövetség részei vagyunk, tehát nyilván az ifjúsági mozgalmi jelleg mellett a politikai munkát is végzünk. Általában a nagy vitákra a Fidesz képviselői nem szoktak kiállni, távol maradnak és saját vitáikat megrendezik és foglalkoznak társadalmi problémákkal, de ha jól hallottam, ön például az egyik LMP-s parlamenti képviselővel majd vitatkozni fog valahogy, hogy is jön ez össze. Ez egy lakossági fórum lesz, vagy mi lesz? Ungár Péterrel valóban, igazából csak politikailag mennyire aktív a szervezetünk, a Soroksári Fidelitas szervez egy vitát. Szoktak szervezni egyébként. Miről fognak vitatkozni? Hát elsősorban ifjúság, felsőoktatás, hogyha én jól értesült vagyok, legalábbis ezek az alaptémák, amiket meghatároztak. Hol és mikor lesz ez? Ez csütörtökön este lesz Soroksáron, a művelődési házban. Ki fogja a vitát vezetni? A Soroksári Fidelitasnak az elnöke, Sinkovics Krisztián, aki egyébként a regionális igazgatónk is. Számos esti beszélgetést szerveznek egyébként a Fidelitasosaink, és egyébként nagyon sokszor van, úgyhogy ellenzéki politikusokat, közéleti szereplőket is meghívunk magára a rendezvényekre, ahol nyilván lehetőség adódik a vitára.
Értem, Ungár Péterrel vitatkozott már, vagy még csak a parlamentből ismerik egymást? Még csak a parlamentből ismerik egymást. Értem, olvasta a mai cikkét a Népszavában, illetve az ővel készült egy oldalas interjút? Az igazság, hogy még azt az interjút nem olvastam el ma. Aki mindent kritizál, kiszolgálja a Fideszt. Ez az interjú címe, mi a vélemény erről a mondatról? Hát, vagy ne ragadjunk ki egy mondatot. Aki mindent kritizál olyan szempontból, hogy ez kiszolgálja a Fideszt, nem tudom, minden kontextusból érti ezt a Péter, de az biztos, hogy az elvtelen kritika az sose viszi előbbre az országot. Szerintem korábbi kijelentéseit próbálja megmagyarázni. Na, akkor nézzük meg, hogy vasárnapi boltzárról mi a véleménye. A fiatalok általában vasárnap a vásárnapján szeretnek vásárolni és bulizni. Hát a fiatalok szokásai azért kissé átalakultak az utóbbi időben. Egyébként nagyon érdekes... Voltak fiatalok, akik vasárnaponként templomba mentek. Én is szoktam vasárnaponként templomba menni ezzel, és még nagyon sok barátom van, aki templomba jár vasárnap, sőt az egyik legjobb barátom ráadásul egy katolikus pap is, úgyhogy akivel gyerekkorom óta ismerjük egymást, úgyhogy azt hiszem, hogy van némi tapasztalatom ezen a téren is, de nyilván valóban átalakultak a szokások. Régen este 8-kor kezdődött a buli, és hajnali 2-kor véget ért. Manapság a fiataloknál este 11-éjfélkor kezdődik a buli, és hajnali 5-6 órakor legdurvább esetben lesz vége. És van valóban, hogy vasárnap is már vannak olyan helyek, amelyek nyitva tartanak, és el lehet menni bulizni. Szerintem a öntől függene, bezárná a boltokat, vasárnap vagy nyitva tartaná? Hát ez egy nehéz kérdés, én nem zárnám be a boltokat vasárnap, de természetesen azt viszont megértem, hogy a dolgozóknak, a bolti dolgozóknak van egy olyan igényük, pihenőnapra. Hogy legyen egy pihenőnap. És ez nyilván van egy társadalom, akinek vannak igényei, és úgy tűnik, hogy a magyar társadalomnak a nagy része kívánatosnak tartja, legalábbis a korábbi mérések alapján, hogyha jól emlékszem, hogy a vasárnap el tudjanak menni a boltba, el tudjanak menni a plázába, el tudjanak menni bevásárolni, szórakozni. Egy kisebb része a társadalomnak meg ezt nem tartja jó ötletnek, sőt, ugye ahogy beszéltünk az előbb erről, egy kisebb szegmense a munkavállalóknak meg egyenesen hátrányosan érinti ezt. Nehéz igazságot tenni. Nagyon nehéz igazságot tenni, ugyanakkor nagyon érdekes, mert ahogy mondja, a szokások átalakulnak. Nagyon sokan például a napi lappiac ezért megy tönkre, mert interneten olvassák az online-t, és vannak emberek, például én vasárnap nem szoktam vásárolni menni, habár én templomba szombaton szoktam menni, és nem vasárnap, de vásárolni az interneten szoktam. Tehát ugyanazt, amit meg lehet vásárolni, ezt meg lehet az interneten is vásárolni. Ez kétségtelen. Még kenyeret és tejet is. Mondjuk kenyeret és tejet azért csak úgy annyit nem hoznak el, de... Ez kétségtelen, hogy van, és egyébként az online vásárlások, ugye a nagy áruházak gyakorlatilag ezt már be is vezették, az Auchan, a Tesco és az összes ez már termékmegjelenítés és büntetés, nem akarunk fizetni, tehát a bevásárló... A nagy áruházláncok ezt a lehetőséget megteremtették, és úgy tudom, hogy ez a szektor bővül is, de azért még nem ért el azt a szintet, hogy minden magyar állampolgár használni tudja. Hamarosan mindenkinek lesz internet. A modern városok és modern falvaknak az alapja az, hogy mindenkinek legyen internet. Hát gyakorlatilag nem? Már a teljes ország internet lefedésben. Nagyon jó kiépített internethálózat van Magyarországon. Ugye ezt a kormány most megpróbálja bővíteni, szélesávú internetet vezetni mindenhova. És egyébként nekem nyugdíjas tanárszüleim vannak, de én egy ötében... Mennyire vannak otthon az internet világában már? Hát az az igazság, hogy én évekkel ezelőtt el sem tudtam volna képzelni, hogy ők ennyire használni fogják, de most már gyakorlatilag folyamatosan használják a Facebookot, a Google keresőt, az online újságokat, tehát lassan többet meg jobban használják az internetet, mint... Mert jobban ráérnek. Nyilván ez is benne van, bár 7 unoka van, úgyhogy azért annyira sok szabad idejük. Ebből mi az ön termése? Egyelőre, de még dolgozunk rajta. Nagyon jó, csak így tovább. És akkor már nem is kérdezem, hogy mi a véleménye. Az állóvízbe valaki bedobta a csontot, és megint ugye az abortuszról beszélünk. Mi az ön véleménye, mint magánszemély, és mint az ifjúsági szervezet vezetője, na meg mint országgyűlési képviselő? Hát szerintem ezt a kérdést per pillanat senki nem feszegeti. Lehet, hogy valaki bedobta a mélyvízbe, de úgy tudom, hogy úgy látom, hogy most, hogy
konszenzus van erről. Ez is nyilván egy olyan téma, ami nagyon szenzitív, ugyanis vannak társadalmi rétegek, akik ennek a szigorítását szeretnék, nyilván vannak olyan társadalmi rétegek, akik meg ennek a szigorításnak óriási ellenzői lennének. Per pillanat szerintem nyugvó ponton van ez a téma, nem biztos, hogy most érdemes ezt feszegetni. Torony magasan vezeti a pártok versenyt, a legújabb közvéleménykutatás szerint a Fidesz-KDNP koalíció pártszövetségnek hívjuk. Azt hiszem, az a megfelelő kifejezés. Ön szerint nem nyerték túl magukat, vagy az előrejelzés szerint már alig marad ellenzék? Hát illetve az is annyira felosztott, hogy szinte nincsenek. Ahhoz, hogy az ember jól tudjon kormányozni, nincs szüksége egy ellenzékre? Sokan szeretnének abban a problémával szembesülni, hogy túlnyerték magukat, úgyhogy ilyen szempontból azért hálásak lehetünk a Jóistennek. Meg a választóknak. Természetesen óriási felelősséget is ró ez a kormánypártokra ránk. Nyilván jó lenne, és az országnak is jobb lenne, nekünk is jobb lenne, hogyha lenne egy konstruktív, épkézláb ellenzéki párt. Nehéz ilyet találni most a parlamentben. Az előbb ön arról beszélt, hogy van egy párt, akinek általában én nem mondom ki a nevét sem, mert ez nem a hirdetés helye, hogy náluk egy tagozat az ifjúsági szervezet. Ők, mintha tovább bomlanának, itt láttam ebbe a labba a Magyar Időkbe. Konzervatív közéleti napilap, azt láttam, hogy tovább szakadnak. Örömmel látná Volnert a Mi Hazánk például. Mi erről a véleménye? Tudom, hogy ő nem szeret más pártokkal foglalkozni, de azért mégiscsak még az előrejelzések szerint is vagy 17-en lennének. Nekem nagyon nincs jó véleményem erről a pártról, és a kampányban azt hiszem, hogy többször átléptek egy olyan vonalat, amit, és ezt a Fidesz a kapcsolatban is megtették, amikor fiatal 17-18 éves kislányokról gyártottak hamis Facebook posztokat, és ezzel próbálták megtámadni. Elvenni a kedvüket a politizálástól? Hát igen, nyilván ezt ugye a kormánnyal szemben, ez egy nemzetpolitikai ügy volt, ahol gyakorlatilag a Fidesznek az egyik tagját, egy 19 éves fiatal egyetemista lányról egy olyan posztot kreáltak, ami teljességgel a hölgyet ismeri, teljességgel kizárt. Másrészt egyébként tartottunk is erről egy sajtótájékoztatót, ahol szerintem mindenki megbizonyosodhatott arról, hogy teljességgel fogalmatlan az, aki ilyet állít. A Jobbik országgyűlési képviselői pedig két lehetőség volt, vagy nem néztek utána az információnak, és fölültek egy ilyenre, vagy pedig szándékosan ezt csinálták, mindkettő esetben egyébként szerintem már az érintettek. 21. században nem illik ilyet csinálni. Alkalmatlanok arra, hogy bárkit is képviseljenek ebbe az országban. És mi a véleménye arról, hogy tovább hasadnak? Hát őszintén szólva, én a Jobbikért könycseppeket nem fogok morzsolni. Hogyha tovább szakadnak, nyilván ez a pártnak a belügye. Látszik az, hogy a Jobbik magával van elfoglalva. Magával is volt elfoglalva az utóbbi fél évben, nem pedig az ország lakosainak a problémával. Legyen ez mai beszélgetésünk mottoja, könycseppeket nem fog ejteni értük. Az elmúlt percekben Bölcz László országgyűlési képviselőt látták és hallották a Fidesz-KDNP szövetségből, és akkor most következik egy másik fiatal országgyűlési képviselő, a Párbeszédből Tordai Bence. Tartsanak tovább velünk. Köszönöm szépen.